Kicsit azért is nehéz ugye egy ilyen témában olyasmit hozni, ami egy ilyen széleskörű érdeklődéssel rendelkező hallgatóság számára érdekes, mert ugye pont a Swiftre és általában ugye a mobil programozásra igaz, hogy elsősorban azokat érdekli, akik ezzel foglalkoznak. És hát igyekeztem olyan témákat összeszedni, amelyek talán egyfelől megmutatják, hogy hol tart ez az egész, milyen érdekességei vannak magának iOS szempontból nézve, magának a Swiftbe való szoftverfejlesztésnek, milyen funkciói vannak a Swift programozás nyelvnek, úgyhogy rögtön bele is kezdenék, mert itt szóltak, hogy nagyon szűkös a határidő. Úgyhogy nézzük meg, hogy mégis mit érdemes tudni a Swiftről Dióhéjban. Az elején el fogok mondani pár alapdolgot, amit erről az egészről érdemes tudni, és utána pedig bele fogok menni néhány funkcióba. Próbálok majd néhány kisebb demót is mutatni, hát meglátjuk, hogy majd mire lesz idő. Na hát a Swiftről ugye rögtön annyit, hogy ez iOS és OS X programozásra használható programozási nyelv. Úgyhogy sajnos mindenkit el kell, hogy keserítsek, aki most esetleg arra gondol, hogy ő majd Swiftbe fog programozni Windowson vagy Linuxon, egyelőre nem túl jól áll a helyzet ezzel kapcsolatban, majd lesz egy dia arról is, hogy esetleg open source-osítás vagy más platformokon hogyan használható, de sajnos ez az Apple-nél egy zárt ökoszisztéma része, és egyelőre nem áll úgy a helyzet, hogy ebből bármikor is más platformokra ténylegesen használható nyelv lesz. De mindezektől függetlenül nagyon is lehet tanulni szerintem belőle, és érdemes foglalkozni vele, illetve aki szeretne iOS programozással foglalkozni a jövőben, akkor ez egy remek alkalom arra, hogy a Swiften keresztül nagyon gyorsan belejöjjön ebbe az egészbe. Na, mit tudunk erről a nyelvről? Először is natív kódra fordul, hasonlóan, mint a C meg a C++. Tehát ha valaki már látott Swift kódokat, akár a webben, vagy amikor bejelentették, akkor azt kell tudni erről, hogy nagyon script nyelvszerű. Modern és sokan a JavaScripthez hasonlítják, van, aki a Rubyhoz, első ránézésre valami ilyesmi tűnik vissza. Ettől függetlenül ez ugyanúgy beleilleszkedik azok közé, a natív programozás nyelvek közé, amiben eddig is lehetett iOS-re fejleszteni, tehát a C, C++ vagy az Objective-C. Ami nagyon fontos, hogy az Objective-C-vel könnyen összekapcsolható, tehát ugye eddig iOS-re szinte minden natív alkalmazást ugye Objective-C-ben írtunk, ez az a programozás nyelv, amelyet az Apple a rendelkezésünkre bocsátott. A Swift továbbra is közös projektekben használható az Objective-C-vel, tehát az Objective-C úgymond nem egy halott nyelv továbbra sem. Elsőre maga a nyelv talán egyszerűnek tűnik, majd itt fogok mutatni példákat, de elég komoly rejtett komplexitások vannak, és sok olyan funkció van benne, aminek az első az idő kell, tehát nehogy azt higgyük, hogy ez valami lebutított, leegyszerűsített dolog. Na, ettől függetlenül, bár ugye azt mondtam, hogy sajnos Windowsra, Linuxra nem elérhető, ha valaki mégis szeretné kipróbálni, akkor érdemes megnyitni egy böngészőt, és itt van két olyan weboldal is, ami mögött valahol ott fut egy Swift compiler, és ennek ugye az eredményeit azt rögtön interaktív módon ki is rakja nekünk, úgyhogy ki lehet próbálni legalábbis nem csak OS 10-es gépről, és meg lehet nézni, hogy mégis milyen a szintaxikája, milyen szintaktikája, milyen alapvető funkciói vannak. Jó, úgyhogy van erre lehetőség. Na, és akkor mégis ez az egész fordító, hogy épül bele az eddigi toolchainbe, amivel mondjuk iOS vagy OS X alkalmazásokat készítettünk? Hát ugye, aki foglalkozik már egy ideje ezzel a platform, az Apple-ös platformja, tudja, hogy korábban ugye továbbra is a GCC-t használták, és erről álltak át az LLVM-re, illetve a Clang-re. Ebbe a fordítói toolchainbe illeszkedik bele a Swift, mégpedig nem egy teljesen úgymond új fordítóprogramként, csak egy compiler frontendként, ugyanis a Clang fordítóhoz a C, C++ és az Objective-C mellé gyakorlatilag berakták a Swiftet. Tehát ebből is látszik, tehát ebből az architektúrából, hogy ennek köszönhető, hogy továbbra is nagyon könnyű együtt használni az egyéb programozási nyelvet, C-be, C++ vagy Objective-C-be megírt kódokat, és ezeket gyakorlatilag össze lehet linkelni a Swift-tel, sőt, az optimalizáló, az LLVM réteg is közös ezen programozási nyelvek használata között. És hát ugye ezekből fognak lefordulni a binárisok, amelyeket ugye futtathatunk PC-n, vagy pedig adott mobil eszközökön. Na, hol tart most a Swift? A Swiftet tavaly jelentette be az Apple a szokásos évi nagy konferenciájukon, ugye a WWDC-n, aminek ugye most jön majd a következő iterációja júniusban, és hát azóta gyakorlatilag eltelt egy év. Nagyon sok változott, nagyon sok minden változott. Kezdetben ez az egész nyelv egy ilyen kicsit nyögvenyelősen indult, nagyon sok probléma volt vele, folyamatosan iterálnak róla, most jelenleg az 1.2-es verziójánál tartunk, amiből
már egy csomó hibát kijavítottak, de egy csomó új funkció is bekerült. Annyit érdemes erről itt megjegyezni, hogy ez a folyamat folytatódni fog. Pontosan ez az egyik előnye még a Swiftnek, ami egyébként az Objective-C-nek is úgymond előnye volt, ami ugye a hátránya is, hogy gyakorlatilag csak az Apple platformjain használják. Így mond az Apple megteheti azt, hogy minden különösebb gond nélkül egyszerűen iterál egyet és berak egy csomó új nyelvi funkciót, nem kell a kompatibilitási problémáktól nagyon tartani, hogy esetleg más eszközökön nem fogják tudni használni. Ugye mi nyilván a Java verzió frissítéskor vagy, ugye, amikor kijön egy új C++ verzió, ugye hatalmas nagy csinálata van, stb. Egy csomó compilert kell támogatni. Itt nem ez a helyzet, itt gyakorlatilag Swift-be csak az LVM, Clang és az erre épülő toolokat kell támogatniuk. Na, hát amiről már beszéltem, sajnos csak OS 10 és iOS fejlesztéshez lehet használni, úgyhogy ez továbbra is igaz. Gyakorlatilag egyébként iOS-nél a 7-es verziótól fölfelé lehet Swiftben megírni az alkalmazásokat, OS 10-nél pedig a 10.9-esnél, ugye ezek már mind több mint egy éves technológiák, vagy több mint egy éves OS verziók, tehát ha most kezdünk el foglalkozni a platformon, akkor ez semmiképpen se lehet akadály, hogy nem tudunk támogatni még egy korábbi iOS verziót. Jó, van egyébként egy kísérlet, hogy gyakorlatilag egy Swift kompatibilis fordítót megalkossanak, ami gyakorlatilag nem más csinál, mint Swift kódot fordít le .NET-es CLR-re, vagy pedig Java virtuális gépekre. Ez a Silver projekt, azért nem írtam erről bővebben, mert ez egy closed source projekt, ez egy ugye fizetős rendszer, de minden esetre vannak ilyen kísérletek, hogy azért mégiscsak portolják a Swiftet más platformra, hogy elérhető legyen, ugye kicsit hasonló, mint a Mono projekt mondjuk a .NET-es nyelveknél, úgyhogy még az is lehet, hogy egyszer elérhető lesz mondjuk Windows képekre. Na és akkor, hogy lássunk is valamit ebből az egészből, azon felül, hogy én most beszélek itt a levegőben, a Swiftnek az egyik hát ilyen trademark feature-e a playgroundok. A playground nem más, mint egy olyan interaktív dokumentum, amiben gyakorlatilag Swift kódot írhatunk, és ez rögtön ki is értékeli a Swift kódnak az eredményét, az egyes utasításainknak az értékét, és ez emiatt nagyon jól lehet ezt a környezetet használni tanuláshoz, esetleg apiknak a kipróbálásához. Pontosan ez az a környezet, ami kicsit az embereket ugye afelé húzza, hogy ez a Swift, ez mégiscsak egy script nyelv, valami interpreter fordítgatja le, stb. De nem ez a helyzet, mindjárt meg is fogom mutatni. És megpróbálom a mikroportot kicsit közelebb rakni, mert szükségem lesz a másik kezemre. Tehát egy playground dokumentum, az Xcode-ba átléptem, gyakorlatilag egy interaktív programozói környezet. Most létrehozok egy új dokumentumot. Ahova ugye neki is állhatunk rögtön kódot írogatni, és ugye ami ilyen kódot ide írunk, az rögtön ki is lesz értékelve. Ugye látható, hogy itt egyszerűen egy stringet hozunk létre, ennek átírjuk az értékét, és utána pedig itt a jobb szélen látható az adott kifejezés, az adott változónak az értéke kiértékelve. Na, ez az, ami nem az, aminek látszik, ugyanis itt nem sorról sorra hajtja végre gyakorlatilag ezeket az utasításokat valami interpreter, hanem valójában mindahányszor módosítunk valamit a fájlon, újrafordítja az egészet. Valójában emögött van egy kis rejtett Xcode projekt, és ilyenkor ráereszti a fordítóprogramot minden alkalommal, mikor ebbe bármit átírunk. Na hát, hogy ugye lássunk ebből valamit, nekem van itt egy-két ilyen kódészlete. Milyen funkciói vannak a playgroundoknak, meg úgy általában a Swiftnek? Hát itt ez egy olyan példa, nem más látunk, itt létrehozunk egy változót, utána végig iterálunk 1-től 30-ig, és növeljük ennek az n nevezetű változónak az értékét egy véletlen számmal, mégpedig 30-szor, ugye? És az egyik érdekessége a playgroundoknak, hogy képesek vagyunk vizualizálni az adott változónak az értékét. Ugye egy 30-szor változik, mind a 30 alkalommal itt ezen a kis csárton fölvett egy új pontot. És ugye az érdekesség, hogy akárhányszor módosítok valamit a kódon, ugye akárcsak egy space-t, újrafordítja az egészet, és ugye a véletlen számokat természetesen újra generálja. Úgyhogy hát ez egy olyan feature, ami látványos egyébként, hát vannak olyan helyzetek, ahol mondjuk egy új funkció megírásakor ez akár hasznos is lehet, de nem ez feltétlenül, ami a leghasznosabb a playgroundokban. De tud ilyet is. No, ezen kívül még mutatnék még egy érdekességet.
Azért fogom kitörölni ezeket a kódokat mindig, és egy újat beilleszteni, mert sajnos hajlamos még ez a környezet arra, hogy instabil legyen. Akár arra is van lehetőség, hogy egy felhasználói felület elemet, egy nézetet, egy az egyben mondjuk itt egy a Playgroundban írjunk meg, és utána integráljuk bele a saját alkalmazásunkba. Most ez a kód, ez nem más csinál, mint létrehoz egy nézetet, és azon belül el fog helyezni még egy gyereknézetet, majd pedig elindít egy animációt. Na hát ezt úgy tudjuk megnézni, hogy én itt egy másik ablakban fölhozom ezt a preview nézetet, ami gyakorlatilag valós időben mutatja ennek a kódnak a kiértékelt értékét. Ez nem más, mint ennek a konténer nézetnek, ennek a konténer view-nak a képe. Azonban ez itt még nem animál, egyszerűen csak annyit látunk bele, hogy itt megjelent valami, amit kirajzoltunk. Van arra lehetőség, hogy bekapcsoljuk, hogy ezt a kódot, amit itt írtunk, azt egy valódi iOS szimulátorba futtassa le a háttérben. Most bekapcsoltam ezt az opciót, és ezek után itt valójában elindul egy iOS szimulátor, és hát ha várunk kicsit, pontosabban inkább módosítok valamit, hogy újra fussam, akkor most el fogja indítani ezt az alkalmazást, és látjuk, hogy itt egy animációt lejátszik. Lényegében ennek az animációnak a kódja egyébként itt található, hát most ugye nem sok látszódik belőle, de ez tényleg egy olyan feature, ami jól demonstrálja, hogy hiába egy natív, úgymond fordított nyelvről beszélünk, mégis úgy lehet használni, mint egy script nyelvet, legalábbis a fejlesztés során. Ennek az egésznek a hátránya elsősorban az egyébként, hogy sajnos nagyon be tud lassulni az egész környezet, erről még van egy külön diám, hogy az Xcode-nak milyen szörnyűségei vannak, de ettől függetlenül vannak olyan szituációk, hogy nagyon jól lehet használni ezt az egész playgroundos környezetet. Na hát milyen más programozási nyelvekből merít a Swift? Hát mindenek előtt ugye az Objective-C-t lenne érdemes kiemelni, erről majd még külön beszélünk. Ugye elsősorban azért, mert a kompatibilitást bizonyos szinten meg kellett őrizniük az Objective-C-vel. Tehát nem lehetett azt megengedni, hogy teljesen szakítunk az Objective-C-vel, hiszen rengeteg library abban van megírva, rengeteg legacy kód, amelyeket mind-mind föl szeretnénk használni az új Swift-es alkalmazásainkból. A többi nyelv, ami ki van emelve, ezek csak példák, és nem feltétlenül az adott nyelvből lopták, vagy vették azt a feature-t, amit kiemeltem, de ki lehet emelni ugye például a Rust programozási nyelvet, amiben egy egész hasonló konstrukció van, mint ahogy a Swift kezeli a konstansokat, a let var kulcsszóval. A Haskellből az optional-ak használták, ami egyébként a C-sharpba nullable néven szerepel. Vagy például a Pythonban nagyon hasonlóak a tuple-ok, az n-esek használata, vagy az, hogy nem kell pontos veszőket rakni a sorok végére. És így tovább sorolhatnám a sort, de igazándiból most nyilván ezekben nem akarunk belemenni. Egyébként ez ki is van emelve, hogy a Swift egy általános célú programozási nyelvként született meg, ami minél szélesebb körű, úgymond feladatok megoldására lett megalkotva. Na, és hát akkor ugye hogy működik a Swift és az Objective-C-nek a keverése egy projektben? Hát alapvetően mind a két nyelvből átjárás van a másikban. A fordító program, ha megfelelően konfiguráljuk a projektet, akkor képes arra, hogy egy Objective-C-s API-t, egy Objective-C-s interfészt átkonvertáljon Swift-esre és fordítva. Tehát mind a két tulajdonképpen irányt azt tudjuk használni. Az Objective-C-s API-knál például itt ebben a diában azt láthatjuk, hogy itt van egy olyan metódusunk, amely visszatér egy NS-stringgel, egy stringgel, és vár két paramétert. Első paraméter, második paraméter, és Swift-be ugyanígy megkapjuk ezt, csak éppen a Swift-es natív típusokkal a visszatérési érték egy string lesz, egy integer a második paraméter, és egy string az első paraméter. Tehát ilyen módon tudjuk egy az egybe elérni mondjuk az Objective-C-ben megírt API-ainkat. Nem kell ezeket manuálisan átírni, a fordító program gondoskodik róla, hogy átírja őket. Na, és akkor most pár diában összefoglaltam azokat a tervezési döntéseket, amelyeket a Swift programozási nyelvnél tulajdonképpen figyelembe vettek. Melyek azok a feature-ök, amelyeket leginkább az előtérbe szerettek volna helyezni. Nagyon fontos, hogy a kód biztonságosabb legyen. És itt most a biztonság alatt arra utalok, hogy már lehetőleg fordítási időben, már a fordító programban elkapjuk azokat a hibákat, amelyek egyébként ugye tipikusan futási időben szoktak előjönni. Az Objective-C-re nagyon
jellemző volt, hogy egy dinamikus nyelv próbálta a legtöbb döntést a futási időben meghozni. Például azt, hogy éppen melyik metódus hívódjon meg egy adott szignatúrájú szelektor, vagy hát függvényhívás hatására. A Swift ilyen szempontból sokkal statikusabb, és próbálja ezeket a döntéseket inkább a fordítási időre tolni, hogy ilyen módon ki tudja szűrni a hibákat. A legfontosabb ezek közül az, hogy a Swift egy erősen és statikusan típusos nyelv. A statikus típusosság alatt azt értem, hogy minden változónak van egy konkrét típusa, nem úgy, mint mondjuk Pythonban, vagy ahol ducktyping van, hogy egy változó, hogy egyszerűen csak egy referencia, egy mutató valamilyen típusra, hanem egész konkrétan, ha létrehozunk egy változót, az vagy integer lesz, vagy string lesz, és onnantól kezdve, hogy ezt definiáltuk, többé nem változhat. Kiemelhetném még azt, hogy nagyon egyszerűen tudunk konstansokat és nem konstans változókat definiálni. A var kulcsszóval tudjuk létrehozni ugye a változtatható, a mutábilis változókat, a lettel pedig a konstansokat. Mind a két kulcsszó három karakterből áll, amivel szintén azt próbálják ugye erőltetni, hogy ne kelljen kiírni még egy konstot, ugye mint C++-nál valakinek már ettől elmegy a kedve, hogy konstansokat készítsen, hogy ugye még oda kell rakni egy négy karakterből álló kulcsszót, hanem ugyanúgy egy hárombetűs karakterrel tudunk létrehozni egy konstans, és így tovább. Ugye generics-eket tudunk használni, ami talán nem annyira meg nagy szám egy C-sharpos vagy Java-s környezetből jövő fejlesztőnek, de Objective-C-ben nem voltak generikus adatszerkezetek, legalábbis type-safe generikus adatszerkezetek. A switch-ek gondoskodnak arról, hogy teljesen kimerítők legyenek. Tehát ha megswitchelünk egy értéket, a hozzátartozó változónál ki kell merítenünk az összes lehetséges értéket az értékészletéből. És hát talán a legikonikusabb feature-e az optionalok. Erről szeretnék külön is beszélni. Az optional, ami ugye C-sharpban nullable-t jelenti, ugye arra próbál megoldást találni, hogy egy adott változónak úgymond kifejezhessük azt, hogy nincsen értéke. Ugye ha mondjuk Objective-C-ből jövünk, vagy C++-ból C-ből, ha van egy pointerünk, vagy egy referenciánk, hogy tudjuk kifejezni, hogy nincs értéke, hozzárendelünk egy nilt, vagy egy nullt, attól függ null pointert, kész. Viszont ha van egy primitív típusunk, például egy integerünk, akkor hogy fejezzük ki, hogy nincs értéke? Ugye hozzárendelhetünk nullát például, de mi van akkor, ha ennek a nullának egyébként van értelme az adott kontextusban? Akkor mégis mit csináljunk? Nem használhatjuk a nullát, és ilyenkor jönnek az ilyen trükközések, hogy mínusz egyet használunk, stb. Ugye ezek, amelyeket szeretnénk elkerülni. Éppen ezért bevezették a Swiftbe az optionalokat, ami annyit jelent, hogy bármilyen változó típust úgymond kinevezhetünk opcionálisnak, olyan módon, hogy hozzábigyeztünk egy kérdőjelet. És onnantól kezdve, hogy hozzábigyeztetünk egy kérdőjelet, már fölvehet egy nil értéket, ami annyit jelent, hogy nincs értéke, de semmilyen más változó nem vehet föl nil értéket, csak azok, amelyeket optionalnak neveztünk, ugye? Tehát innentől kezdve védve vagyunk attól, hogy esetleg egy olyan apit használjunk, ahol nem tudjuk, hogy most akkor lehet-e olyan, hogy nem ad vissza valamilyen értéket, vagy minden esetben visszaad valamilyen értéket. Ezek mind nagyon jól ki vannak fejezve, és ilyen szempontból sokkal biztonságosabbá válik a kód. Mutassak ezzel kapcsolatban is egy gyors példát. Ugye mégis mitől védenek meg minket az optionalok? Hát, vagy hogy működik ez az egész? Azt mondja, hogy megint megpróbálok a playgroundba beugrani, és ezt eltüntetjük. Azt mondja, hogy visszamegyünk ide. Na hát itt van egy apink, egy amely visszatér egy stringgel, viszont ezt a stringet ezt mi optionalnak deklaráltuk, ugye látható, hogy egy kérdőjelet adtunk a végére. Get username. Ugye képzeljük el, hogy ez mondjuk bekér a felhasználótól egy felhasználói nevet, stb. Bármit ide képzeltünk, most nyilván visszatérek egy konkrét névvel, de mivel optionalnak definiáltuk, innentől kezdve ennek a visszatérés értékéből rögtön tudjuk, hogy ez most vagy visszatér egy értékkel, vagy nem. Ha lekérjük ezt a usernevet, azt mondjuk, hogy var username, get username, és utána ezt stringnek szeretnénk megadjuk, hogy ez egy string optional típusú, akkor innentől kezdve valójában fönnáll a veszélye, hogy ennek a username-nek ugye nem lesz értéke. Mert mi van akkor, ha ez a get username niller fog visszatérni? És ugye mi történne akkor, ha ennek a get username-nek meghívnánk az uppercase string nevezetű, hát ez egy property valójában, de képzelhetjük azt, hogy metódusa is, hát rögtön egy fordítási hibát kapunk, ugyanis azt mondja, hogy ennek az opcionális értéknek úgymond nem tudjuk anélkül kiolvasni a benne tárolt értékét, hogy előtte ellenőriznénk, vagy kicsomagolnánk. Tehát a compiler kényszerít minket arra, hogy ellenőrizzük, hogy most ebben éppenséggel van-e valami, vagy nincsen.
Ezt ugye megtehetnénk úgy is, hogy leellenőrizzük, hogy if username az nem egyenlő nil, van erre lehetőség, és ezek után pedig azt mondjuk, hogy username felkiáltójel, ezzel tudjuk kicsomagolni az opcionális értéknek a tartalmát. Ezt unwrappingnek hívják, ugye. És innentől kezdve már működni fog ez a dolog, de egy csomó nyelvi szintaktikai elem csak arra épül, hogy az optionaleket jól tudjuk kezelni. Például megtehetjük azt, hogy rögtön kicsomagolunk egy optionalt, de csak abban az esetben, ha van értéke. Mondjuk azt mondjuk, hogy if let username egyenlő get username, ez nem más fog csinálni, mint ha ennek a get username-nek a visszatérési értéke nem nil, tehát van valami, amit visszaad, akkor ezt ki fogja csomagolni, és hozzárendeli ez a temporális username nevezetű változóhoz. Jó, tehát innentől kezdve egy csomó olyan konstrukció bejön a képbe, amelyek biztonságosabbá tehetik a kódunkat. Jó. A következő design úgymond elem az volt, hogy tömör és jól érthető kód szülessen. Tehát nagyon sok olyan nyelvi konstrukció van, amely arra próbál törekedni, hogy minél kevesebb kódot írjunk, és lehetőleg ez az egész jól érthető maradjon. Például, amit itt is láthattatok, hogy nem írtam ki típusokat, hát nem minden esetben írtam ki típusokat a változókhoz. Tehát ha annyit mondok, hogy var i egyenlő 10, akkor ugye a type inference segítségével ő ki fogja találni, hogy ez egy integer érték. Természetesen megmondhatnánk azt is explicit módon, hogy ő egy integer, de erre nincsen szükség. Tehát próbálja a felesleges, úgymond a környezetből kitalálható információkat a fordító beilleszteni a programkódunkba. Nagyon tömör módon lehet closure-öket, lambda expression-öket írni. Függvényhívásokkor elhagyhatók úgymond bizonyos paraméterek, nagyon sok syntax sugárt lehet használni, és így tovább. A következő pont az, hogy a rugalmasságra és a jól bővíthetőségre is nagy hangsúlyt helyeztek. A metódusokkal tudjuk bővíteni az enumokat és a struktúrákat, tehát nem csak osztályokat tudunk kibővíteni, hanem akár egy enumerációt is. Erre van itt egy példa. Például itt egy olyan enumerációt látunk, hogy a dashboard state, amelynek két állapota van, vagy üres a dashboardunk, empty, vagy pedig hát itt az unpaid, az mindegy, egy másik érték, egy valós projektból lett kimásolva, és fölvehetünk ehhez egy olyan metódust, amely állítja ennek az enumerációnak az értékét. Ha empty, akkor átállítja a másikra, és így tovább, és így tovább. Jó, ezen felül azért hátránya is vannak egyébként az egész biztonságosságnak. Ez a példa a SwiftJSON, ez egy library, amely a JSON párszolást könnyíti meg. Az optionalöknek köszönhetően egyébként nagyon sok ellenőrzést kell berakni a kódba. Itt láthatjuk egyébként, hogy hogyan tudunk kiolvasni egy JSON-ből egy kicsit mélyebben elhelyezett változóértéket, ugyanis nagyon sok helyen ellenőrizgetnünk kell, hogy éppen az adott, a JSON-ből kiolvasott épp változóértéknek van ne értéke vagy nincs. Ez az optionalokból adódik, ugyanis a fordító kényszerít minket arra, hogy mindig leellenőrizzük, ha kiolvasunk egy értéket, amelynek ugye esetenként nem biztos, hogy van konkrét értéke. És erre született meg egy megoldás a SwiftJSON library-ben, ami ezt az egészet ugye lényegesen leegyszerűsíti, annak köszönhetően, hogy felüldefiniálja a szögletes zárójel operátort. Jó, tehát operátor overloading van, és ezt előszeretettel lehet is használni a nyelvben. Jó, hát a funkcionális programozásról itt nem szeretnék beszélni az idő hiánya miatt. Hátrányok kevésbé dinamikus, mint az Objective-C. Tehát pontosan azért, mert egy csomó döntést fordítási időben hoz meg, futási időben nem lehet annyira nagy trükköket csinálni. Például a method swizzling, ez konkrétan Swift nyelveken nem érhető meg. Objective-C-be ki tudunk cserélni metódus implementációkat futási időben. Sok apinál az Objective-C kompatibilitás miatt vissza kell nyúlnunk az Objective-C és Foundation-os API-hoz. Ez ilyen félig Objective-C, félig Swift-es kódokat tud eredményezni. Jó. Ugye az, hogy az egész nyelv open source lesz-e, erről ugye már mondtam, hogy egyről nem túl valószínű, erre semmiféle kezdeményezés nincs. Annyit azért megemlítenék, hogy a nyelv megalkotója Chris Lattner, ugye, aki az LLVM-et és a Clang-et alkotta meg. Maga az LLVM Clang az egyébként open source, tehát minden esély megvan rá, hogy akár a Swift is azzá váljon.
teljesítménye szintén sokat fejlődött a Swift verziók során, és hát most annyit tudunk elmondani, hogy gyakorlatilag olyan 10% az eltérés bizonyos teszteknél a C++ kódhoz képest, hasonlóan az Objective-C-nél, különösen numerikus számításokban akár gyorsabb is lehet a Swift, ugye ez is egy native compiled language, de vannak olyan dolgok, ahol még lassabb, például a native Swift adatszerkezetek lassabbak az Objective-C-nél, de nem nagyságrendileg. Tehát ez senkit se tartson vissza a Swift használatától. Ami viszont visszatartó lehet, erő lehet, az sajnos maga az IDE, az Xcode, amely még mindig instabil és nagyon lassú tud lenni. Ez szintén sokat fejlődött az utóbbi év során, de még mindig vannak vele gondok. Az Apple dolgozik rajta erőteljesen, hát már egy éve dolgozik egyébként, úgyhogy remélhetőleg már sokáig nem kell várni erre. Jó, és hát legvégül, ugye látható, hogy azért elég sok mindent hoztam még, zárásképpen, annyit szeretnék elmondani, hogy a Swift egy jó lehetőség arra, hogy aki szeretne egyébként Objective, vagyis iOS programozással foglalkozni, az most kezdje el. Ez egy remek alkalom, néhány év múlva valószínűleg tényleg ez lesz a de facto standard, most még kell az Objective-C tudás is, de néhány éven belül én azt mondanám, hogy az Objective-C-t valószínűleg teljesen a háttérbe fog szorulni. Új projekteknél akár teljesen átállhatunk Swiftre, vagy legalábbis bizonyos funkciókat, például a felhasználói felületet megírhatjuk Swiftbe, és ilyen módon modulárisan, szép lassan állhatunk át az új programozási nyelvre. Az egyedüli kockázat talán az Xcode, az IDE, de ezen túl lehet lépni. Nekünk is sikerült, most két Swiftes projekten vagyunk túl, ezek is van, amiben az App Store-ban van, úgyhogy, és legvégül egyébként egy esettanulmányként a SlideShare, az 1.0-as verzióját az iOS apjuknak egybe Swiftben írta meg, egy jó értékelésű alkalmazás, egy elég komoly úgymond piaci szereplőtől, ami elég jól mutatja azt, hogy a Swift tényleg betört úgymond, és minden fejlesztő előszeretettel foglalkozik vele. Úgyhogy hát köszönöm szépen a figyelmet, szerintem ennyire volt idő, és hát akkor akinek kérdése van, az arra nagyon szívesen válaszolok.